Kabáci Szilárd rendszeres olvasója a Vörös Marti Mihály könyvtárnak. Ő is vendége volt a 95. ünnepi könyvhéthez kapcsolódó Mondd, te mit választanál című programnak, amely során a papír alapú és e-book előnyeiről, hátrányairól kérdezték Schmidt Flóra pedagógussal együtt. Szilárd elmondta, elsősorban e-book rajongónak vallja magát, hiszen nagyon sok olyan előnye van, amely megkönnyíti az olvasást a mindennapokban. Jobb a háttérvilágítása, hogyha olyan papírkönyvolvasót használ az ember, másrészt a betűméretet lehet állítani, csak ugye ennek egyetlen egy előnye, vagy probléma van vele, ismerik el a technikát, mert az e-booktól azért félnek, úgy gondolom, mert nem mernek hozzányúlni, mert technológia, és nem mer hozzáérni, hogy valamit rosszat nyom rajta, de alapjaival egy nagy könyvhöz viszonyítva egy e-book sokkal könnyebben kezelhető olvasás szempontjából. Horváth Adrián, a Vörös Marti Mihály könyvtár igazgatója úgy fogalmazott, hogy bár a papíralapú könyvek népszerűsége töretlen, egyre többen kölcsönöznek e-bookot a könyvtárakból. Én inkább a könyvtár oldaláról közelíteném meg, ugye nálunk mind a kettő elérhető, majdnem 650 ezres papírkönyvállományunk van, viszont 2016 óta már e-könyvet is lehet kölcsönözni a könyvtárainkban. Ugye 16 óta eléggé meggyarapodott a szám, közel 600 e-könyvet lehet e-könyvolvasóval együtt kölcsönözni. Jelen pillanatban ez a Színatéri Tagkönyvtárunkban üzemel, és hát a népszerűségéről annyit, hogy folyamatosan kölcsönzésben vannak az e-könyvolvasók, úgyhogy tervben van a bővítésük. Az ünnepi könyvhét pénteken folytatódik a Vörös Marti Mihály könyvtárban, akkor Dániel András tart gyerekprogramot, szombaton pedig megrendezik a hagyományos könyvheti pikniket, ahol koncerttel, papírszínházzal várják a kicsiket és nagyokat egyaránt.